Pál valamit? Nincs. De, nem Na. <laughs> jó, Rúma. 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 Mi a pályapapi? papi? Minden kurva jó. Élem az álmom igazából. Jó, ja, köszönöm a meghívást. Yeah. <laughs> Ennyi. Öm, aztán a kevesen, vagy, vagy talán a fanok egy része tudja rólad, hogy te erdélyi gyökerekkel bírsz, egészen pontosan honnan származol, illetőleg mi között van tatabányához. Székely származom. Na, igazából két helyről mert két helyen szováltam meg Székely uh, A tatabányához meg a barátnőm, a szerelmemköt igazából. Hálás vagyok neki amúgy, mert a kurva jó életünk van együtt, szóval. Neki a szerelmes típusú? Ja, 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 mostanában nagyon amúgy. Fú, engem nagyon elkapott ez a szerelmes vibe, ez a. Hm? Mindegy, ja, és ha már lokáció, mi között van Angliához, illetőleg azon belül melyik városhoz? Ketteringben laktam, öt évet, Northampton megyében van ez. Foci akadémián voltam ki, tanultam angolt, meg ilyesmi. Amúgy. Meloztam is. Enor Gang. Ez mit jelent számodra, mi ez egyáltalán, hogy kell elképzelni, kik vannak benne? Mi ez az egész Enor Gang, ez a misztikus fogalom? Enor Gang az a családom Ennorelli next level várján. Hogy mutassam el oda? Ah, együtt kezdtük a zenélést. Együtt nőttünk fel valamilyen szinten. Van a Létib, a Fendo, Fendo Matteo és Burberez. Mi vagyunk négyen az Enorelli. De amúgy ti lakótársak is voltatok, vagy ilyesmi, nem valakikkel? Nem, 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 nem. A, a Lil volt a Angliában. Ja, Angliában, a kurva sokáig. Ja, Meloztak együtt, meg ilyenek, szóval. Ja. És attól figyeld, mondja, a Lil ugye visszaköltözött most ugye hmm. Erdélybe a kapcsolat, így megmaradt? Persze, na no, mai napig beszélünk. Ja, ja. Nem csak beszélünk, hanem úgy próbálunk nem tudom, nagyon szoros kapcsolatot tartani, úgy is, hogy egyikünk itt van a világban, a másikunk ott, tudod, Mit gondolsz arról, hogy ha valaki azonosít téged a magyar trappel, illetőleg a magyar driller, arról így hogy viszonyulsz, hogy te hoztad be, vagy egyetem van, hozzá közöd, vagy ez egy beskatujázás? Közöm szerintem amúgy kép van. Nem én hoztam be, mert előttem is hozták be, már többen próbálkoztak, szóval nem. Az erdélyiséged, ez mennyire jelentős neked, egy mennyire bír fontos szerepe, hogy azért ott cseperedtél? Nagyon lényegében e lépült a, a, karrierem kezdete. Ezt hangoztattam folyamatosan, ez volt egy minden szövegemben. Meg mi úgy fogtuk fel az elején, hogy ez egy hátrány. Hogy Miért? Mert lakik valaki Budapesten, és folyamat bekerül ilyen helyekre, körökbe, ismertebbé válik ilyen zárt körökben. Mi meg nem nem tudtuk, hogy ezt hogy érjük el. Aztán ott nek hála sikerült. Ja. És ha visszagondolsz mondjuk most Erdélyre, mi az, az, az a három kedves emlék vagy gondolat, ami, ami így meghatározó jelen pillanatban? A család, a táj és, és a pálinka. Pálink. Nem, nem. Nem. nem, amúgy hát a gyerekkorom igazából. Szép gyerekkorod volt? Gyönyörű, ja. Melyik az az ember, akire több időt kéne szakítanod, de kevés idő jut rá? Barátnőm. Meg az anyukám amúgy. Ja. De már dolgozol rajta? Dolgozok, persze, persze. Kőzerővel, mert próbálom a zenét, meg így nem tudom, a magánéletem, meg a zene kezdett már így az utóbbi időkben összefolyni nagyon. Már, ja. Már mikor felhívom anyám, tudod, azt mondom, hogy volt egy fellépés, kurva jó volt, nem az, hogy mi van így a családdal, meg ilyenek. Szóval ja, ezen dolgozni kell. Kezdjünk kicsit kronológiába visszafelé. Az egyik legismertebb dalod a Metal Drip, amit egyébként Magyarország Rap, Hip-Hop és R&B rádiója is játszik. Ennek így a készítési körülményeiről, hogy ez hol készült, milyen motivációk, meg inspirációs dolgok voltak benne, amiért ez elkészült? Igazából ez volt az első ilyen nagyobb projektem amúgy. Kurva szar klip, amúgy telefonnal volt a klip hozzá. Ma azok is ilyen külön sztorik, amúgy ilyen házi buli, meg hasonlók. Aztán mi és panommal felvettük, igazából. Az a zene elkészítése, inspirációk amúgy. Nem is tudom, a youngboy lóval agyaltunk nagyon sokat, hogy mit mit csináljunk, mit, mit kéne még kisütni, meg ilyenek. Baráti kapcsolatban vagytok Youngboy-ralóval? Persze, persze. És ő támogatiteket alapokkal is, nem? Persze, meg Mixmaster, meg ilyenekkel, Higher flow val közös dalod, ez ugye viszonylagosan frissnek mondható. Ott így kikeresett meg kit, illetőleg nyilván egy ilyen érdekes, mert egy, -egy ételen keresztül húztatok rá egy egészen más sztorit. Ez, hogyha kifejtenéd, hogy te hogy lehet, hogy miért ezt a címét kapta például. Mármint a szám? Uh -huh. Nem tudom, ez, ez Hájerflow ötlete, amúgy nagyon illik, mert, mert mindketten fellépünk mindketten mindig megyünk, alig van idő otthon lenni, meg ilyesmi, aztán a címe az abból adódik szerintem, hogy gyors kajákból élünk kb. Milyen volt Hárflóval dolgozni, Rolanda, és így milyen, milyen csávó ő privátban? Nagyon jó, igazából laza, nem tudom, most fényezzem a Hárfló. tudja, hogy faszom, amúgy nagyon. Amúgy durva, mert a Hárfló nem tudom, hogy egyszer volt-e Erdélyben, vagy sem, de... Engem... Többször. Ja, engem a barátaim azzal, azzal szivattak ma igazából, hogy azt mondták, hogy ott volt a Hairflow, és csinált képet, én meg pont nem mehettem le, szóval <laughs> most meg ja, közös zenénk van, szóval. Ja. Hát akkor visszaért azért a karma. Vissza, ja. amúgy hálás vagyok. Neki is amúgy. Karmában hiszel? Ja. Ez miben nyilvánul meg a te életedben? Mindenben hogy én mit teszek, hogy más mit tesz, nekem rosszat, jót. Ha? Mindig visszaad, meg akkor is, ha nem tudom, ilyen nagyon pici dolgokban is. Nagyon sokat filózunk ezzel barátni, mert amúgy ez az univerzum, a karma, szóval. Ja. Kérsz, megkapod, rosszat teszel, visszakapod. Magattól az eddig megjelent dalok közül melyik az, ami top favorite, vagy valamilyen különleges élmény fűz hozzá, és mi az a különleges élmény? a Gucci, mert 60 szó vettem újra, és 60 szó kellett lemennünk Sziget Szent Miklós stúdióba felvenni. Ja, ennyi Meg a klip az kurva jó volt, meg kiírtam, hogy nem tudom, láttad, mert sokan vannak a klipbe, és kiírtam, hogy, ja, hogy mi a dresscode, és hogy jöjjenek kurva sokan. Ja. Meglepő volt, hogy nem, a ja, kurva sokan eljöttek igazából. Ja. És inkább Gucci, vagy inkább Nike? Nike, ja a gucci csak egy ilyen undercarvel becsapós. Ja, 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 A gucci csak az ilyen, nem volt semmi, és meg lesz minden igazából ennyi. Mi a kedvenc ételed? Pizza. Kedvenc, kedvenc erdély? Micsoda? Kedvenc erdély ételed. Ja, töltött káposzta. Ja. Kedvenc ital? Malibu. Balonásszal. Ja. A kókuszos malibu, azt hiszem, ja az már ilyen sex on the beach. Ja, ja, ja. kurva jó. Magába iszod, csak az üveget. Autóban, amíg oda a helyre bebasztál, szóval. Tehát akkor te, 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 te a helyet is ezt hiszed. Ja, <laughs> És ugye ezek a sikerek, amik úgy most nagyjából vannak nálad, meg még valószínűleg nagyobbak is lesznek, ezt így hogy éred meg? Mennyire tudod felfogni fejben, vagy, vagy olyan, mint egy ilyen száguldó vonat, hogy ez nem is velem történik, meg mint egy ilyen film? Mikor nagyon jó dolgok történnek velem, tehát annyira nagyon jó, hogy állsz a színpadon, és ezer ember énekli a zenét, úgyhogy te nem is kell megszólalni. Akkor ilyen filmes nagyon, nem tudom felfogni, nincs hogy. De a többit azt próbálom, próbálom úgy felfogni, hogy ez, ez még csak a kezdetnek a kezdete sem. De még nem is akarom addig, amíg nem lesz meg az, amit igazán szeretnék. Mert mi az igazi cél? Azt még nem árulom el. Ja. A, igaz hát nem, nem, nem árulok el semmit, mert általában, amikor elárulok valamit, akkor más megcsinálja hamarabb, mint én. Szóval nem árulom még el. Ja. Akkor lesz egy kis interjú kettő, ahol elmondod. Uh -huh. Megbeszéltük? Uh -huh. Jó, akkor, akkor megdomáltuk. Uh -huh. Rendben, um, ha kéne választani, akkor inkább az zavar téged, hogy túl sötét van egy szobában, vagy túl világos? Túl világos. Nagyon zavar. Imádom a sötétséget. Én, abban élnék amúgy. Már konkrétan azért veszekszünk barátnőmmel, hogy miért nem húzom fel a redőnyt, meg ilyenek. Én imádok, imádok bent lenni a sötétben, imádok agyalni dolgokat. Ja? Én vagy. Inkább, jó. Ja. Az képest mennyire kontrasztban van a színpaddal? Meglátszik amúgy szerintem. Érződik. Részemről. van -e egy olyan dal, amit, hogyha meghallasz, vagy akár album, vagy dal, ami azt mondta, hogy valamit kivált belőled, megmozgat, vagy beindít. van egy ilyen kvázi himnusz? Ja, a ja, Little Baby Freestyle. <coughs> freestyle. Ja. Az. Vagy akár okay, még Lil Baby album. A My Turn. Meg, ja. ja. Itthonról? Vagy hallgatsz valakit itthon egyet? Persze, legyet? persze, persze. Hmm. A, a, talán a régi SM meg. Meg AK-26 számok. Ja. Biztos örülni fog, ne? Ja. Legutóbb, a legutóbbi 2021-ben készült el, ugye Ennor Love név alatt. Mikor érkezik a következő album ebből a verzióban? Nagyon szeretném, hogy idén címet, meg ilyesmit még nem árulok el, de... De, ja. de már van fejbe. Van, van, persze. Ja. Hány szem? Fú, nem akarom belőni még, mert nem tudom, hogy mennyire fogom tudni tartani az íromot, hogy magammal versenyezzek, szóval tíz körül, de picit több, mint tíz. 10 plusz a ráadás. Ja, ja, ja. Köszönöm szépen, szerintem egy kiváló interjú vagyunk túl kisével, aki az újvonalas zene egyik jelentős képviselője. Köszönöm, hogy megválaszoltad Köszönöm ezeket szépen. a kérdéseket, és hát zárszok én, mit üzensz a közösségének. Kövessétek a kibaszottrap.hu-t.